Hello, sziasztok, és nagyon szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám hétfői napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici Balatonalmádiból. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, én úgy gondoltam, hogy ezen a hétfői napon leforgatok néktek egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videót. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit itt rögzítek Balatonalmádi területén, és akkor tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban is. És azt is elmondom, hogy mindjárt, hogy milyen apropóból vagyok itt Balatonalmádiba. Hát abból az apropóból vagyok itt Balatonalmádiba, itt Balatonalmádin belül is vannak különböző túraútvonalak, ilyen például a kék háromszög túraútvonal. Igen, lányok és fiúk, tisztelt hölgyeim és uraim, ez egy újabb túraútvonalas videó lesz, tőlem Fricitől, ahogy már megszokhattátok, amit ezúttal itt Balatonalmádiba fogok néktek rögzíteni a kék háromszög túraútvonalon. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit itt rögzítek Balatonalmádiban a kék háromszög túraútvonalon, és akkor tartsatok velem Fricivel, jöjjön hát a videó, tartsatok velem most! Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, amit láthatjátok ezen a felvételen, itt vagyok Balatonalmádiba, konkrétan a vasútállomásnál, ugye itt szembe, ez pedig itt Balatonalmádinak a vasútállomása látható, tehát ez itt maga a felvételi épület, így néz ki Balatonalmádiba, tehát így néz ki a Balatonalmádinak a vasútállomása konkrétan, annak a felvételi épülete, hát lányok és fiúk, így néz ki a közvetlen környezet, ahonnan indítottam én ezt a videót, és ezen a felvételen pedig a Balatonalmádi vasútállomás látható, ahol most ugye jelenleg vasútközlekedés nincsen, mert nincs vasútközlekedés egyáltalán, hanem vonatpótló autóbuszok járnak. Ez pedig itt a Balatont megkerülő kerékpárút, ami konkrétan itt látható, lányok és fiúk, tehát ez a Balatont megkerülő kerékpárút konkrétan, amit most ezen a felvételen láttok. És ahogy mondottam, én itt vagyok ugye Balatonalmádiba konkrétan, és ez az épület, amit itt láttok, ez a zöld épület, ez pedig a Balatonalmádi vasútállomásának a felvételi épületek tulajdonképpen, ami így néz ki, és itt pedig ugye a vasútállomás látható ezen a felvételen konkrétan. Na, jányok és fiúk, és ahogy mondottam, ezt a sétát el is kezdem én lassacskán, itt Balatonalmádi területén. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit itt rögzítek Balatonalmádi területén, a kék háromszög túraútvonalon. És akkor szépen el is indulunk mi ezen a bizonyos kék háromszög túraútvonalon, amit majd nem sokára itt meg is fogok nektek tudni mutatni, mert amúgy itt is ezen a öreg parkon is keresztül halad a kék háromszög túraútvonal, tehát ezt majd nem sokára meg fogom nektek tudni mutatni. Amit láthatjátok ezen a felvételen, én itt vagyok ugye Balatonalmádiba, az öreg parknál konkrétan, itt vagyok konkrétan a öreg parkba tulajdonképpen, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát ez itt Balatonalmádinak a öreg parkja konkrétan, ami ugye a vasútállomás és a Veselényi strand között található. Hát lányok és fiúk, és akkor bóklászunk itt egy kicsit itt Balatonalmádi területén is. Lányok és fiúk, hát innen Balatonalmádiból úgyse csináltam még a hú de sok videót. Van túl sok videó, nincs a csatornámon, ami itt Balatonalmádiba készült volna. Úgyhogy hát egy időszerűnek éreztem azt, hogy eljöjjek ide Balatonalmádiba is készíteni némi videót. Némi spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videót, itt Balatonalmádi területén is. Mert ugye az utóbbi időkben, Balatonfüred környékén bókláztam az ottani túraútvonalakon, és amit ennek már nagy részét be is jártam tulajdonképpen. Most Balatonfüred környékén már csak egy vagy két túraútvonal maradt, amit én még nem jártam be. Tehát nyilván azokra is majd sor fog kerülni,
tehát azokat is be fogom én járni, hiszen már majdnem az összes túraútvonalat bejártam ott Balatonfüred környékén, és most úgy gondoltam, hogy eljövök ide Balatonalmádiba is egy kicsit, és az itteni túraútvonalakat is elkezdem majd szépen lassacskán bejárni. Szépen lassacskán, ezt hozzáteszem, hogy be fogom járni itt a Balatonalmádi környékén található túraútvonalakat is. Hát nyilván erről is fogok majd videót készíteni a jövőben, tehát ez szinte biztos, konkrétan lányok és fiúk. Mint ahogy már ez a videó is tulajdonképpen itt készült Balatonalmádiban, amit most éppen láttok. Mert ugye most is már itt bóklászok tulajdonképpen Balatonalmádi területén. Ez pedig itt ugye a Balatont megkerülő kerékpárút, ahol én most éppen jelenleg bóklászok, amit éppen láttok ezen a felvételen. És ugye itt van a öreg park is konkrétan itt látható. Tehát itt látható az öreg park is tulajdonképpen, ami ugye Balatonalmádinak egy közkedvelt parkja konkrétan, ami 10 hektáros területen terül el. Tehát ez a park, amit itt láttok ezen a felvételen, ez 10 hektáros területen van elterülve. Hát lányok és fiúk, tehát erről már én a korábbiabban készítettem videót erről a parkról. Nézzétek meg azokat a videókat itt a csatornámon, köszönöm szépen! És most is itt bóklászok tulajdonképpen Balatonalmádi területén, csak ugye most valószínű, hogy a kék háromszög túraútvonalat fogom hát részben bejárni, hangsúlyozom, hogy csak részben, tehát teljes egészében nyilván nem fogom bejárni a kék háromszög túraútvonalat itt Balatonalmádi területén, legalábbis a mai napon biztos, hogy nem fogom bejárni, vagy a mai napon ugye február 24-e van, pontos idő és dátum egyfolytában ott látható a kijelzőnek az aljába tulajdonképpen. Na, jányok és ők, és akkor szépen bóklászunk itt Balatonalmádi területén is egy kicsit. Itt tőlem jobbra meg ugye a vasútállomásnak a váltókörzete látható. Tehát ez itt a váltókörzet konkrétan. Ugye? Ahogy mondottam, tulajdonképpen. És ugye, ahogy már mondottam, ugye az ezt megelőző videóimba, amit én ezen a mai napon már készítettem, hát valójában az ezt megelőző videóimban már beszéltem ennek a vasútvonalnak a villamosításáról, tehát ebben a videóban már nem nagyon akarok erről témázni, mert az ezt megelőző videóimban tulajdonképpen ez volt a téma, a 29-es számú vasútvonalnak a villamosítása, és mutattam is erről videót, készítettem is, hogy hogy is áll-e tulajdonképpen ez a projekt itt a 29-es számú vasútvonalon. Hát maradjunk annyiban, hogy már van látszatja, hogy elkezdődött a 29-es számú vasútvonalnak a villamosítása. De ezt nézzétek meg a ezt megelőző videóimba. Köszönöm szépen. Úgyhogy most nem szeretnénk ebből a témával foglalkozni, mert most egész más témával fogunk foglalkozni, nem pedig a 29-es számú vasútvonalnak a villamosításával, hanem szépen rátértem a kék háromszög túraútvonalra tulajdonképpen, tehát aminek az egyértelmű jelzését mindjárt meg is tudom nektek mutatni. Tehát ott látható a kék háromszög túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, és ebben a videóban tulajdonképpen ezen a kék háromszög túraútvonalon fog bóklászni, itt Balatonalmádi területén. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban, amit ezen a bizonyos kék háromszög túraútvonalon rögzítek itt Balatonalmádi területén. Amúgy itt van egy a Vörös Homokkő Tanösvény Öreg Park, tehát itt van, ahogy a Öreg Parkban vagyok. Ugye Balatonpart egyik legnagyobb és legszebb parkja, amely még a téli időszakban is szemedgyönyörkedtető látvány. Tehát 10 hektáros területen terül el ez a park tulajdonképpen. Na, jányok és ők, és akkor rá is tértem tulajdonképpen a kék háromszög túraútvonalra. Szóval, mint láthatjátok, már itt vagyok Balatonalmádiban. Ott szemben pedig a Veselényi strandnak a főbejárata látható konkrétan, ami ott szemben látható. Tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Úgyhogy most elkezdünk bóklászni itt a kék háromszög túraútvonalon, itt Balatonalmádi területén. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós,
értelmet. Leng a videóban, amit itt rögzítek, Balaton-Almádi területén, a kék háromszög túra útvonalon. És akkor szépen haladunk is tovább ennek a úgymond túraútvonalnak a részben való bejárásával. Ahogy mondottam, teljes egészében ezen a mai napon szinte biztos, hogy nem fogom bejárni ezt a kék háromszög túraútvonalat, amit Balaton-Almádiban található. Mert tény és való, hogy itt van itt egy ilyen, itt Balaton-Almádiban, hogy kék háromszög túraútvonal. És itt szemben pedig a Veselényi strandnak a főbejárata látható konkrétan. Tehát az ott a Veselényi strandnak tulajdonképpen a főbejárata. És lányok és fiúk, meg is tudom nektek mutatni a kék háromszög túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzését. Igaz, kicsit kopott, de meg tudom mutatni. Íme lányok és fiúk, ott látható, tehát ott látható a kék háromszög túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése. És én a továbbiabban is ezen a bizonyos kék háromszög túraútvonalon fog bóklászni, itt Balaton-Almádi területén. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit ezen a bizonyos kék háromszög túraútvonalon rögzítek itt Balaton-Almádi területén, és akkor haladunk is tovább. Na, jányok és fiúk, akkor én szépen haladok is tovább. Tehát itt szemben ugye a Veselényi strandnak a főbejárata látható. Tehát a bejárat, amit itt látok szemben, ez konkrétan a Veselényi strandnak a főbejárata. És akkor szépen haladunk is tovább ezen a bizonyos kék háromszög túraútvonalon. Tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk! Amit itt Balaton-Almádi területén található, ez a bizonyos kék háromszög túraútvonal, aminek a teljesen egyértelmű jelzése ide is föl van pingálva, tulajdonképpen. Tehát ezt meg is tudom nektek mutatni, mert itt van. Tehát itt van a teljesen egyértelmű jele annak, hogy bizony, én a kék háromszög túraútvonalon vagyok, tehát itt a teljesen egyértelmű jele annak, hogy bizony, én a kék háromszög túraútvonalon vagyok, és ez a továbbiabban is így lesz. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit itt rögzítek Balaton-Almádi területén, ezen a bizonyos kék háromszög túraútvonalon, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható. És akkor szépen haladunk is a továbbiabban arrafelé, tehát arrafelé haladok a továbbiakban. Hát lányok és fiúk, akkor bóklászunk, itt Balaton-Almádi területén is. Elkezdtem bejárni a túraútvonalakat itt Balaton-Almádi területén, illetve környékén. Hát jó pár túraútvonal van itt Balaton-Almádi környéken is, amit majd beszeretnénk járni a jövőben. De hát ez még ugye a jövő zenéje nyilván. És ugye Balatonfüred környékére is vissza fogok térni egy kicsit, mert azért még ott is van egy vagy két olyan túraútvonal, amit én még nem jártam be, mert még egy vagy kettő van, amit még beszeretnénk járni ott Balatonfüred környékén is. De most egyelőre átjöttem ide Balaton-Almádiba, hogy elkezdjem az itteni túraútvonalaknak is a bejárását tulajdonképpen. És most ugye konkrétan itt vagyok ugye a kék háromszög túraútvonalon, mint ahogyan ti ezt az előzőekben láthattátok. Hát ez a kék háromszög túraútvonal ugye itt halad, itt is keresztül halad, itt az öreg parkon keresztül. Tehát ugye itt az öreg park látható ezen a felvételen, ami ugye egy 10 hektáros területen terül el. Konkrétan a Veselényi strand és a vasútállomás között található ez az öreg park, itt Balaton-Almádi területén. Amúgy én ezen a hétfői napon pihenőnapos vagyok, úgyhogy azért érek rá most videózni. Tehát ez a hétfői nap nekem ugye pihenőnap konkrétan, és én úgy gondoltam, ha már úgyis pihenőnapos vagyok ezen a hétfői napon, akkor készítek egy pár darab új, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videót. És ugye ez az egyik, amit készítettem ezen a mai napon. És ugye az ezelőtt is már készítettem videókat, tehát már ezelőtt is készült, vagy három videó. Nézzétek meg azokat a videókat is, köszönöm szépen. Ugye az ezt megelőző videókban ugye egész más témakörbe zajlott a videózás részemről. Tehát ugye az ezt megelőző videóimban ugye a 29-es számú vasútvonalnak a villamosítási projektjét mutattam be, illetve próbáltam bemutatni, megmutatni nektek, hogy milyen ütemben is halad. De hát nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, és abból láthassátok.
Tehát tény és való, hogy a 29-es számú vasútvonalnak a villamosítása elkezdődött Szabadbattyán és Balatonfüred között, ami 25 milliárd forintba fog kerülni megközelítőleg. Ezt ugye az ezt megelőző videóimban már elmondtam, hogy ez a vasútvonalnak ezen szakaszának a villamosítása, ami Szabadbattyán és Balatonfüred között van, megközelítőleg 25 milliárd forintba fog kerülni. Tehát ezt ugye az ezt megelőző videóimban már erről beszéltem, de ez a videó már nem arról szól, csak azért, hogy én megemlítettem mégis, mert megemlítettem. Na, hanem térjünk vissza ide a kék háromszög túraútvonalra, ahol most jelenleg bóklászok. Amúgy, ahogy mondottam, ugye itt vagyok Balatonalmádiban, ugye az öreg parkban bóklászok most éppen, és ezt láthassátok ebben a videóban. És ugye elkezdtem itt Balatonalmádi környékén is bejárni a túraútvonalakat, ebben a videóval konkrétan, és ebben a videóval ugye egy első ízben, ugye a kék háromszög túraútvonalnak egy bizonyos kisebb szakaszát veszem most golcső alá. Hát nyilván ennek vagy a későbbi ebben lesz folytatása, tehát nyilvánvaló, hogy a mai napon nem fogom teljes egészében bejárni ezt a kék háromszög túraútvonalat, ami itt Balatonalmádi területén található. Annál is inkább nem, mert már ott vagy, már fél 12 elmúlott tulajdonképpen, és ugye már időm sincsen úgy annyi. Hát majd nyilván majd fogom folytatni én ennek a kék háromszög túraútvonalnak a bejárását, majd valamikor a jövőben. Nyilvánvaló. Mint ahogy még ahogy mondottam már ebben a videóban több ízben is, tehát még vissza fogok térni Balatonfüred környékére is, a Balatonfüred környéki túraútvonalakra is, de hát azoknak már nagy részét már bejártam, kivéve egy vagy két darabot, amit majd a jövőben szeretném bejárni. És itt látható a Veselényi strandnak a másik bejárata tulajdonképpen, tehát ezen a felvételen, tehát ez itt a Balatonalmádinak a Veselényi strandjának a másik bejárata. Ugye a fő bejáratot azt már láthattátok az előzőekben ebben a videóban, és ez a másik bejárata a Veselényi strandnak, ami így néz ki itt Balatonalmádiban. Na, jányok és fűk, és akkor szépen haladunk tovább tulajdonképpen ezen a bizonyos kék háromszög túraútvonalon. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit itt rögzítek Balatonalmádiban a kék háromszög túraútvonalon. És akkor így megmutatom nektek a Veselényi strandnak ezt a másik bejáratát is, ebből a szemszögből is, ebből a kameraállásból is. Itt látható egy szobor, egy nőt ábrázoló fürdőzőnő látható ezen a szobor, egy fürdőzőnőt ábrázol ez a szobor tulajdonképpen, és ez itt található a Veselényi strandnak a másik bejárata előtt, és ez pedig itt a Veselényi strandnak konkrétan a másik bejárata, ami itt látható, és ezt a szobrot meg tulajdonképpen itt találjátok, tehát ez itt van, ez a szobor, ez csak itt van Balatonalmádiban, itt a Veselényi strand előtt. Na, jányok és fülök, és akkor haladunk is tovább ebből a kis sétával. És akkor haladjunk is tovább, méghozzá arra felé. Na, és akkor haladunk is tovább. Ezen a bizonyos kék háromszög túraútvonalon. Na most ugye most ezt fogom itt részben bejárni itt Balatonalmádi területén. Tehát most ezt veszem egy kicsit golcső alá, ezt a túraútvonalat. Mert ugye ezt már a korábbiabban már elterveztem. És ugye, és ha én valamit egyszer eltervezek, azt előbb-utóbb végbe is viszem, a legtöbb esetben. Persze vannak kivételek, mert mindig vannak kivételek, azért nem mindet szoktam végbe vinni, de általában amit eltervezek, többé-kevésbé végbe is szoktam vinni. És ugye ezt is elterveztem én már, hogy be fogom járni itt Balatonalmádi területén ezt a bizonyos kék háromszög túraútvonalat. Mondjuk ez nem ezen a mai napon lesz, csak ezen a mai napon elkezdtem bejárni tulajdonképpen ezt a bizonyos kék háromszög túraútvonalat, ami itt található Balatonalmádi területén. Tehát ez nyilván, ez egy elég szép hosszú túraút itt Balatonalmádi területén, és ugye nyilván egy nap alatt nem tudom bejárni, tehát majd valószínűleg a jövőben majd vissza fogok térni, és majd akkor fogom folytatni ennek a kék háromszög túraútvonalnak a bejárását konkrétan. Na, jányok és fiúk, és akkor haladunk is tovább ezzel a kis sétával, itt Balatonalmádi területén konkrétan.
És mindjárt meg is tudom nektek mutatni, hogy bizony én még mindig a kék háromszög túraútvonalon vagyok. Tehát itt lesz mindjárt az egyértelmű jelzése neki, hogy én még bizony mindig a kék háromszög útvonalon vagyok itt Balatonalmádi területén. És ezt meg is tudom nektek mutatni, mert ennek a villanypóznak, ennek a lámpának a oszlopára föl van tulajdonképpen festve, pingálva. Hát íme lányok és fiúk, itt a teljesen egyértelmű jele annak, hogy bizony, én még mindig a kék háromszög túraútvonalon vagyok, és ez majd a továbbiakban is így lesz, majd egy következő videóban, és egy következő videóban fogom folytatni a sétámat ezen a bizonyos kék háromszög túraútvonalon, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható, hisz ide van felfestve tulajdonképpen. Ez egyértelműen azt jelzi, hogy bizony, én a kék háromszög túraútvonalon vagyok itt, Balatonalmádi területén, és ez a továbbiakban is így lesz, de majd egy következő videóban. Mivel ezt a videót én itt és most lezárom, és megköszönöm a figyelmeteket, hogy velem voltatok ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit ezen a bizonyos kék háromszög túraútvonalon rögzítettem itt, Balatonalmádi területén. És én majd a továbbiakban arra felé fogok haladni, de ahogy mondottam, ez majd egy következő videó témája lesz, vagy ezt a videót én itt és most lezárom, és megköszönöm a figyelmeteket, hogy itt voltatok velem ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Így hát jöjjön hát az elköszönés, lányok és fiúk! Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ez egy újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó volt tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha tetszett ez a videó, díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióba. Köszönöm szépen! Egyelőre ennyi lett volna ez a videó, köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett a videó, díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióba. Köszönöm szépen! Ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm szépen a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel, Frici, Balatonalmádiból, az Öreg Parkból. Sziasztok!